Szervusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez itt bizony nem más, mint a Fallout 3 végigjátszásomnak a 22. és 23. része, ugyanis megvan az 5000 feliratkozó a csatornámon, és úgy döntöttem, hogy ez megérdemel egy kis ráadást cuccot, tehát, hogy most akkor egy fél órás videó helyett egy teljes órát fogok játszani a Fallout 3-mal, mert ezt tudom, hogy szeretitek, imádjátok a Fallout 3-at, úgyhogy én is szeretem. Nem lesz most megszakítás, egyben egy teljes órát fogok játszani nektek. Na hát remélem, hogy ez elég örömet okoz mindenkinek. Na, akkor térjünk is át a játékra, tehát ott tartottunk, hogy... Közben megnézem itt a küldetést, hogy a pusztai kalandoló kalauza azt mondja, hogy szerezd meg a teljes könyvtári archívumot, férj hozzá az Arlingtoni közkönyvtár kártyakatalógusához. Hát igen, és... ott tartottunk, hogy itt akkor megkerüljük ezt a sok-sok-sok-sok-sok épületet. Valószínűleg ez egy megoldás lesz. Viszont én itt a vegyvédelmi öltözéket felveszem, és itt eléggé gyorsra veszem a tempót, mert itt sugárzás van. Minél közelebb megyek, annál erősebb. Tehát itt olyan 3 vagy 4 rad per másodperc. Egyébként a sugárzás így vegyvédelmi öltözék mellett egész jó. Na de akkor szépen öltözzünk szépen vissza. És úgy látom, hogy ott van egy ellenfél típus, amit most szépen mindjárt fejbe lövök. Durr! Búzáj! Tökéletes. Úgy látom, hogy itt egészen teljes mértékben körbe kell menni. Ajjaj, azt hittem, hogy aknára léptem. Rohampuska sörétes. Tényleg van már rohampuskánk is, ezt is majd kéne használni. Hát szóval igen, rohangálok itt az épületek között. Jajaj. Úgy emlékszem, hogy itt ilyen óriás mutánsok szoktak lenni, de nem. Úgy látszik, hogy rosszul emlékeztem. Aha, ellenséges. Come on! Jó, van, végül is sikerült leszedni. Ez itt a lényeg. A Fallout New Vegasban azt szeretem, hogy ott, ha tehát a másodlagos célzást használom, akkor azért eléggé pont, sokat pontosodnak a fegyverek, és hogyha fejlövés találat van, igaz, hogy mondjuk ezt is csak egy moddal lehet beüzemelni, szóval a fejlövés esetén 98% valószínűség a halálra. Hát mint a valóságban, pofán lőnek, akkor utána nem olyan nagy az arcom már, nem? Szó szerint, és átvitt értelemben egyaránt. Na várjál. Hát igen, most egyre durvább eszközökkel jönnek ellenem. Nem felejtettem el, hogy miért is jöttünk ide. Csak tényleg akkora, olyan nagy ennek a játék tere, ennek a játéknak, hogy könnyen el lehet ugye tévedni, meg olyan alternatív útvonalakat felfedezni. Új, azt hiszem, hogy itt lesz egy jó fegyver, a gránátvető. Tudjátok, a Terminátor 2-ben, amikor Schwarzenegger ezzel a fegyverrel ölte meg a T-1000-es modellt. Ez szinte biztos, hogy ott lesz. Hát igen, ezt nevezik azt, amikor szívből húzza meg az ember a ravaszt. Ajj! Jaj, ne! Die, dog! Die, dog! Yes! Hát fejfájása már nem lesz a kutyának, az biztos. Nem kell neki aspirin. Gyere kutya, neked sem lesz aspirinod. Mármint úgy értem, hogy nem lesz szükséged aspirinra. Na, mondom én. A fejfájás ellen a sörétes a legjobb, gyerekek, ezt jegyezzétek meg.
szépen torokba be, koponya irányába, és bum! Minden gondot megold. Na, a felvehető tárgy 30 hasznos lángszóró recept az USA hadseregétől. Szerintem ez olyan, amit érdemes elolvasni. De meg a tudomány nagykönyvét is most elolvastam, és így már elvileg akkor a tudomány is 100-on van, meg az árnyítás is. Halleluja! Nem is tudom, hogy előző részben miért nem olvastam el. Pedig még mondtam is, hogy de jó. Lángszóró folyadék 162. Lángszóró folyadék 85. És ebben lesz szerintem a gránátvető. Vagy lehet, hogy akkor lángszóró lesz most itt, de legutóbb, amikor erre jártam, akkor gránátvető. Nincs benne semmi. Lehet ennél lesz lángszóró. Rakéta. Rakétavető. Na várjál, rakétavető. Összerakom a másikkal, így van. Pedig biztos, hogy itt van, vagy volt. Medix az jöhet, jet. Hát nyásos iguána, hát egyet eszek, mert most úgy megéheztem. Hol van? Rad 2, 5 EP. Na ez nagyon finom volt, köszönöm szépen. Így edzés után nagyon király, mentát. Konzervdoboz persze jöhet. Jaj, valami kaját vettünk fel megint, nem ilyen fejhúsbabba, mindegy, zabáljunk el az energia. A pusztai vándorlásokhoz. Steampack jöhet. Jöhet a nukkóla, és ezt majd eladjuk. Felvehető tárgy fegyvermánia. Oh yes, kézi lőfegyverek egy ponttal nőtt. Köcsög. Igen, ezeket itt szépen kirázom. Jó. Hűtőszekrényben van-e valami? Hát vodka az jöhet. Nudli. Hát nem tudom, a legutóbb pedig itt volt egy gránátvető, ami úgy imádtam azt a fegyvert. Na, egyébként most a motorról jut eszembe, hogy megnéztem azt a modot, és tényleg létezik a Fallout 3-hoz motor kerékpár mod. Próbáltam is beüzemelni, de nem sikerült. Tehát egyszerűen megvettem a kellékeket, próbáltam aktiválni őket, letenni, kivenni inventoriból, lopakodó üzemmódban aktiválni, minden egyszerűen nem működött. Szóval valamit lehet, hogy én csináltam rosszul, hogyha valaki tudja a megoldást, hogy hogyan lehet beüzemelni ezt a modot, akkor azt kérem írja le. Vagy kommentben a videó alá, de a legjobb az, hogyha e-mailben elkülditek, mert mostanában már, hát nézegetem a kommenteket, meg minden, csak van úgy, hogy elkerüli most már a figyelmet egy-két hozzászólás. Amit remélem, hogy elnéztek nekem, de hát ugye egyre több a videó, egyre több a feliratkozó, egyre több a komment, ezt nem van úgy, hogy átsiklok némelyik felett. Jaj! Szerencsé, hogy nem bicsaklott ki a lábam, pedig ez úgy, nem tudom, második emeletről kiesni. Hogy ez még csak egy olyan másfél? Ez még túl lehet élni. Hiha. Hát, ja. Egyébként a HDR effektet azt én nem szeretem, mert azt kivettem a játékból. Látjátok, hogyha felnézek, aztán le, akkor nem változik a fény viszony, mert ez nem valósághű. Tehát a szemem az úgy is érzékeli azt, hogy most egy fényes rész felé nézek. Látjátok, a kamera is, a kamera képe is sokkal világosabb így. Ha lenézek, akkor meg sötétebb. Tehát szerintem ez teljesen fölösleges ezzel még pluszban érzékeltetni azt, hogy most a szemem az alkalmazkodik a világoshoz, meg a sötétebb cuccokhoz. Mert ez igazából akkor lenne jó, hogyha a monitornak lenne akkora fény ereje, mint a napnak. Tehát, hogyha felnézek a napba, akkor szó szerint így el kell kapnom a tekintetemet, mert megvakulok. És akkor a HDR-rel meg tulajdonképpen azt akarták elérni, hogy a hasonló hatást keltsen a játék, mint hogyha tényleg a napban néztem volna bele, vagy valami nagyon világos helyszínt néztem volna éppen. Hát igen, a Fallout 3-nak egyébként szerintem egy nagy hibája van, az, hogy nem nagyon vannak ellenségek. Tehát így szaladgálok, jó, most mondjuk pont lesz egy. Szóval, hogy több olyan Júj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 
Ez egy halálkarom volt szerintem. Szóval több olyan régió kéne, ahol úgy időről időre mondjuk 2-3 játéknap alatt úgy újra termelődnek a ellenség, de sok, vagy mit tudom, 6-7. És sok ilyen kis apró régió, különböző nehézségű szintű ellenfelek. És ott lehetne farmoltatni is a karakteredet, tehát hogy... Mint a Dark Souls 2-ben, hogy újra termelődnek, és hogyha végigmész néhányszor rajtuk, akkor egy szintet tudsz lépni mondjuk, jaj. Ebér után vagyok. Halálkarom kesztyű, tervrajz. Az kell. Igen, varázspuska, az megvan, jó. Igen, ez egy halálkarom. Halálkarom kéz, azt gondolom, hogy kell hozzá, úgyhogy akkor ezt magamhoz is veszem. Tényleg nézzük már meg, hogy ez miből áll. A munkapadnál kombinál az alábbiakat. Csodaragasztó, bőrderékszíj, gyógyfűző, halálkarom kéz. A fegyver segítségével a pusztakezes támadása ide egy halálkarom vadságával és páncél szaggató erejével érnek fel. Feltéve, hogy sikerült túlélned a kéz megszerzését. Ami azt illeti, sikerült. És most mi az alapfegyverünk? Az egyes. Ja, hát az az automata fegyver. Szóval tulajdonképpen nincs alapfegyverünk közelharci. Azért szoktam a közelharci fegyvert mindig egyes állítani, mert a Doomban még úgy megszoktam andó, hogy az egyes fegyver az a ököl, ugye, aminek a végén ilyen tüskés cucc volt. Ebbe az irányba kell menni, csak nem tudom, hogy most itt menjek át, vagy inkább oldalra menjek. Lehet, hogy felmászok itt oldalt. Na, ott látok valamit. Valakit, aha. Itt már figyelem van. Igen, nagyon messze van, de azért... Azért megpróbálom leadni a lövéseimet. Á, nem, ez túl messze van. Picit közelebb húzolok, csak most valószínűleg mindjárt dobnak felém egy gránátot. Itt, tudom, hogy van egy ellenség, akinél a gránát szokott lenni. Come on, bitch! Igen, ilyen fejlövés nem célszerű. Inkább a lényeg az, hogy valahogy eltaláljam. Azt a nem jóját. Azt a 700-et neki. Ha! And your dead, motherfucker. And you're dead too. Mindjárt szintlépés lesz. Úgy érzem, jaj! What the fuck was that? Akarodj már innen. Anyád úristen. Ujj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 
Úgyne. Várja. A lenyomorodott testrészek gyógyítására három módszer áll rendelkezésedre. Ágyban alvás, orvosi kezelés, illetve csináld magad módon steampakkok segítségével. A steampakkokat rendszerint általános gyógyításra használhatod, miközben egy kicsit a nyomorodást is gyógyítják, illetve közvetlenül is alkalmazhatunk a sérült testrészeken. Ha steampakkal akarsz lenyomorodásokat helyezni, menj a Pip-Boy státuszképernyőre és balegér gombbal kattints a gyógyítandó testrészre. Hát persze, tudom, hogy ez hogy kell. Nyomorék! Na most már nem vagyok az. Hol vannak még a steampakkok? Na, akkor benyomok két ilyet, azt kész. Meg még akkor steampak. Oké. Okay. Hát jó, hogy köszönöm szépen, rakétavetővel lősz. Miféle ember az ilyen? Jaj! Honnan lősz? Mája. Na jó, az édes anyucikádat. Gyerünk! Dugd ki a fejed! Thank you.
Ó, kilőttem a kezéből a fegyvert. Na, még van három lövésem. Ó, ez izgalmas ez a rész. Mindjárt berosálok. Na gyere most már, jöhetsz köcsög. I'm gonna rip your head off. Shit down your neck. Na, mit kéne fejleszteni? Javítást. Kézilőfegyverek. Lopakodás. Beszédkészség. Hát igen. Igazság szerint javítás az elég jó lenne, hogyha most már tudnék javítani rendesen. Plusz akkor a kézilőfegyverek az is legyen 50-esen. És hát a cserebere az se ártana éppenséggel, hogyha egy kicsit jobb lenne, de talán a beszédkészség, talán az... Hát igen, ezt is kéne, meg ezt is kéne, meg ezeket. Most mindjárt megnézem, hogy itt mi van. Apuci kisfia azt mondja, hogy tudomány, ez nem kell most már, hogy fejlődjön gyógyászat. Hát az annyira... Tehát akkor a javítást és a beszédkészséget, meg a kereskedést kéne. Van egy gyors talpaló, intenzív tréning, aha. Igen, tolvajokodás, zárnyítás, lopakodás, nem gógyi? Nem. Embereket, a cserebere is beszédkészség szaktudon, hát akkor ezt kezdjük el fejleszgetni és kész. Ilyen egyszerű a tényálladő csacsak. I am the man. Kupak, rakéta 2. Ude király. Szuper, már megint olyan sötét van. Mi ez a nagy sötétség? Let there be light. Ahogy Sirius Sam mondta, ugye? A Sirius Sam 3-ban. Let there be light. Na, hát jó, így már világosabb van. HDR-rel egy picit még világosabb lenne, de hát most kit érdekel. Ez a lényeg, hogy az a HDR effekt ez ne zavarja az agyvelőmet. De várj már, itt több ellenfélt öltem meg, több ellenfelet. Ugorjunk csak fel, mi van itt fent? Mi van itt fent? Rakétavető. Nem kell, ez már van nekem ilyen. Hoppá, hoppá, hoppá! Barkácsgránát, nagyszerű, mi ez, retesz világ? Szerintem ez a íze, ezt nem kell megolvasnom, ez a zártörés, igen az. Azt fejleszteni, de abból már fullan vagyok. Hát akkor egy kis vért. Azt elszűrcsölgetjük. Ó, ez is jöhet, mint a disznó. Jól van, hát... Úgy emlékeztem, hogy több ellenséget öltem meg, lehet, hogy így is van, csak azok máshol vannak. Annyira a harc hevében voltam, hogy nem jegyeztem meg, hogy melyik hol van, de szerintem itt vannak valahol. Az egyiknek szétlocsontottam az agyát. Mondjuk jobban belegondolva mindegyiknek. Á, igen, az egyik az ott van. Samu kalapács, Sirius Sam kalapács, igen. Ja, igen, igen, a másik az a hídon van, tényleg. Ezek kellenek itt, he. Tényleg akkor javítgassunk csak cuccat, rohampáncél. Ó, csoraragasztó, az kellett volna. A izé karomnak a létrehozására, tudjátok. Mindegy. Lesz még úgyis. Azt mondja, hogy szöges box, vadászpuska, muníció. Na de, nekem abba az irányba kell menni. Úgyhogy én, jaj! Ráugrok a hídnak a tetejére, vagy hídnak... kocsinak a tetejére. Lőszer! Imádom a zárt ládákat. Tapasztalati pontot jelentenek. Plusz 40 elektromágneses gránát, ajcs. Ezek nagyon fincsi dolgok.
mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy a sarki közértben elektromágneses gránátot vegyen magának, mert az jó cucc. Igazán jó hozzávágni egy-egy robothoz. Szóval akkor most már 10-es szinten vagyunk, és most már a halálkarmok is megjelenhetnek itt. Jujj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 
Az, hogy minden szétlőnek körülöttem. Arra mellé! Na, hogy más nem fog felrobbanni. Tisztulj már meg, nőstél! Úristen, gyere várjál, tudom, hogy miért ilyen szar, mert nyomorék vagyok. Szó szerint. Na most már jó lesz. Anyád úristen itt, szórakozol itt Oszkárral. Na, szóval akkor hol is tartottunk? Ja, erre kell jönni, aha. Ott van a bejárat, már látom. Arra is elmegyek, szépen kinyitom az ajtót és bemegyek. És szépen letöltünk mindent, amit csak lehet. Felfedez egy új helyszínt, Arlington könyvtár. Fuck yeah! Vigyázni kell ezekkel, mert van úgy, hogy csapdával vannak felszerelve. 10 mm-es muníció, fegyvermánia, 10 mm-es pisztoly. Jó, a fegyvermániát azt elolvassuk. Yeah! Tudtam! Megállj! Ez a terület az acéltestvériségének fennhatósága alá tartozik. Azonnal távoznod kell. Nyugalom csigavér. Csak épp szétnézek ezen a területen. Hát nem semmi egy bátor figura vagy, ha egyedül itt mersz császkálni ebben a pokolban. Guberálni próbálsz, vagy mi? Könyvtári feljegyzéseket kutatok. Úgy tűnik, közösek az elképzeléseink. Ritka dolog olyan emberekkel találkozni, akiknek még vannak jövőbeli céljai. Jörling, rangidős krónikás vagyok a Penna rendjéből. Volna egy ajánlatom számodra, hogyha érdekel. Érdekel a dolog, de előbb szívesen hallanék részleteket, göcs. Helyes, a feladatom szerint a régiek írott munkáit kell begyűjtenem, azokkal is emelvén a testvériségi archívum fényét. Habár a békebeli könyvek nagy részének annyi, akar még néhány, amely túlélte a pusztítást. Baj az, hogy a romok közt elég nehéz őket fellelni. Beavatottak millióival is átfésültethetném a romvárost, mégsem találnám meg az összes éppen maradt könyvet. Tehát azt szeretnéd, hogyha könyveket gyűjtenék nektek, így van? Pontosan, a letűnt világ tudása többet ér bármelyik fegyvernél. Ha jó állapotú könyvet találsz, kérlek, hozd el nekem. Minden egyes kötetért külön fizetek, gondolkodj a dolgon, és ne légy ires behozni, amiket találsz. Találtam békebeli könyveket a számotokra. Nincs nálad semmi ilyesmi, ne tarts fel, kérlek, ilyen bugyuta viccekkel. Jó van, most dolgom van. Na, szóval ez a nő, akinek el lehet adni a könyveket. Amiket megszereztünk.
Szóval itt majd gyors utazás lesz, nem sokára. Á, csoda. Ja, ez terpentin. Mindegy, csoda ragasztó kellett volna. A halálkaromhoz, de mindegy! I don't care! Na-na-na-na-na-na! Vagy hogy van az a, az a hülyeség, az a kusztustalan popzene, amit utálok? I don't care! Na mindegy, hagyjuk. Szóval akkor fel lesz törve ez a terminális. Wow, fel foglak törni. Úgy feltörlek, mint a disz. Na most felfoglak. Na. Na. Fel leszel törve. Most. Anyárat. Fel leszel törve most. Most. Na jó, vicceltem. Most. Na azért mondtam, látod? Nem hiszel nekem, de fel vagy törve. Na mi az itt? Mi ez itt? Azt mondja, hogy hozzáférés a könyvtár archívumához, a központi számítógép nem válaszol, könyvleadás. 201 éves késésben van, hú-hú-hú! Kartoték megtekintése, info átmásolva a hordozható eszközre. Szidély anglitoni könyvtár kártyakatalógusához, király, megvan! Na de, ez még nem minden. Mert, ha jól emlékszem, akkor itt a küldetés azt is írta, hogy szerezd meg a teljes könyvtári archívumot. Az meg a felsőbb szinteken van, gondolom. És ott pedig komoly harcoknak fogok majd szembenézni. Csőváz! Jó, hogy látlak. Na, jó kis lézerpuskádat jól rám fogtad egyből, miután ezt mondtad. Nem is hiszek el neked. Semmit mostantól kezdve. Előveszem a gépputyit. Géppityut. Pityu! Azt mondja, hogy Radix Steampunk, ez mind jöhet. Maximális tisztelettel és könyörületességgel. A buri pumpát innen kiveszem. Ez a mai metafizikai tanulság, gyerekek, hogy a buddy pumpát Oscar eldobta így. Na jó. Oh my god! Hé, itt meghalt valaki! 15-ös muníció. Jó, a kínai pisztoly, ez kakit sem ér. Sziho! Mi ez itt? Buff out! Meg mi az ott? Mi az ott? Látok ott valamit. Merix, Merix! Látod? Nagyon körül kell nézni. Hiába mondom nektek, gyerekek. Nem hallgattok az idősebbre. Mindig csak a saját fejetek után mentek. Nem figyeltek oda semmire. Kupak. Kupak tanács. Steampunk 3. Nagyszerű. Steampunkból most amúgy is fogyott elég rendesen itt a lenyomorodás miatt. Nem akartam inni. Barkácsgránát. Nagyszerű. Tönkrement könyv. Jaj, Istenem! Ebéd után vagyok, aztán tudjátok, ilyen komi van. Igen, pontosan az. Be vagyok zabálva. Ám én nem ettem most túl magam. Most edzés után vagyok egyébként, és ettem. De nem annyit, mint amennyit szoktam, kevesebbet, kb. Fele annyit. És hát ez így tőd jó. Tehát le vagyok lassul, le is vagyok lassul, meg nem is. mi ez a nagy lövöldözés? Kérem alásan. Majd szóljatok, hogyha befejeztétek, hogy én iszok itt egy kis nuk-kólát. Látod, így kell. Itt van az a sorozatlövő is, azzal nem bírtad eltalálni a szerencsétlent. Pedig így kell, látod, egy pisztolylövéssel. Megoldom az összes problémát. A problémákat, ahogy Tiszalákos barátom mondaná, megoldódnak a problémák. Jaj, Ákos, Ákos. Kéne már játszani együtt egyet.
Ja, itt meghalt egy testvériségi paladin, gépkarabé. Holodeck célula. Ezeket gyűjtem, mert lehet, hogy majd ezt is egy valakinél... Hú, de látod, milyen erős vagyok? Nézd meg, így felemelek egy páncélos embert. Félkézzel, mert az egyik kezemben pisztoly van. Hát igen, sok edzőtermi kaland az azért megtette a hatását. Lássuk be. Bár mondjuk van ott az edzőteremben egy, hú, egy akkora ember. Akkora karja van, mint az én combom. Na hát, az már durva. De akkora nem is akarok lenni amúgy. Az már nem. Nekem az már sok lenne. Az én kis habtestecskémre, bár nem sokkal magasabb, mint én. Egy 5 centivel kb. Hát én vagyok 176 körül. Akkor ő egy olyan 180-181 lehet. De mondom, tehát széltében még egyszer akkora, mint én. Durva! Mi ez, kisméretű megpörkölődött könyv? Nekem az nem kell. Nekem nem megpörkölődött könyv kell. Tehát az a vicc, hogy itt is majd fogunk találni egyébként olyan könyvet, ami teljesen jó állapotban megmarad, de ezek a páncélos űrgék nem vették észre. Hát igen, ez az, hogy nem eléggé körültekintők. Jól hallom? Jól hallom? Tudod, mit fogok tenni veled? Ezt. Hát ez nem igaz, ez egy túlélő. Ez egy igazi túlélő ez a köcsög. Na mindegy, akkor hagyjuk. Anyádat, gusztustalan kocit. A legjobb rovarírtó a gépfegyver. Gyerekek. Ez itt csak a lam. Jaj, mi ez? 3 adag muníciót kérek a gépfegyveremhez. Anyuci küldött a boltba. Jaj, sok hülyeség jut most eszembe. Kupak tanács. Jaj, mami! Jaj, mami! Moti gyümölcs. A vérnyomok nem sok jót ígérnek. Menjünk az archívumba. Végül is a küldetés alapján. Ez az, amit meg kell oldani, nem? A problémákat. Ugye beszaggatott az előbb a játék? Jaj, ne. Lövöldöznek. What the fuck? Na, látod, így kell ezt csinálni. Kupak repesz gránát. Oké. Gépkarabé. Vaj, itt mi van? Woohoo! What the hell is this place? This place. Ezt hogy tudom kinyitni? Hát érted, arccal előrefelé van, de azért kiveszek belőle 2 darab kólát. Miért ne? Egyébként a... Például a ilyen Coca-Cola-nak a receptjét állítólag annyira 7 pecsétes titokként kezelik. Hát maga a cég ugye, aki ezt csinálja, a Coca-Cola Company. Hogyha tényleg kitörne egy nukleáris háború, akkor komoly gond lenne azt a receptet fellelni valószínűleg. Tehát jó eséllyel az utolsó kólák lét lennének azok, amiket még annó háború előtt legyártottak. Lehet, hogy a nukkólákkal is ez van. Hát, nem nagyon láttam, hogy semmit hallja, pedig nem, nincs semmi. Itt ez pedig az egyik könyv. Te mit googolsz itt?
ennek semmi értelme nem volt. Korongvető. Korongvető, inkább labdakilövő, nem? Hát igen, lesz mit eladni majd, lesz mit. Jóics, vakon patkány. Ilyen közel tudok menni hozzá, és nem robban fel. Igen, sokat segít, hogy így világít. Oh, király! Kis tapasztalati pont. Jaj, kis vért a szürcsölök. Tudjátok, vampír vagyok. Több száz éves. Azért ilyen jók a gameplay videóim. Sok hülye fej. Ugye, amit így kiadok magamból. Hm? Tetszik. Ezeket a dobozokat elveszem. Roncsvárosi húsárus. Húsárus, meséi. Igen. Hát akkor jó, a cserebere képzettségem az ne üt. It's fucking great. Hoppá! Give it to me! Hopp! Mielőtt még tovább mennék felfelé, szerintem ezt be is zárom, hogy emlékezzek rá, hogy ott még nem voltam. Ó, jó, hogy nem lőttél le. Na itt mi van? Nem sok mindent látok itt. Sok-sok-sok limlom, sok-sok-sok kosz. Sok-sok förtelmes tároló, de legalább hasznos cuccot, azt találtam. Most akkor itt ugyanazt csináltam, hogy egy szinttel feljebb mentem, úgyhogy akkor innen vissza. Jól van. Medix repesz gránát királyság. Ho-ho-ho-ho! Ho-ho-ho-ho! Beverly Hills Ninja. Jaj, ennyit rögtem azon a filmen. Lehet megnézem még egyszer. Beverly Hills Ninja. Akkor egy baromság volt. Jaj, nekem való. Azt mondja, hogy a célparaméterek átkonfigurálása, a lövegtorony rendszer kiírtatása. Persze nem kell lövegtorony, mindenkit én fogok kiírtani. Nem kell segíteni. Na várja. Jöhet mind. Ez is jöhet. Tégla az nem kell. Na itt lesz a könyv. Elárulom néketek. Szép kultúráltan itt mozgok. Ezt nem lehet interakcióba lépni vele. Igen, itt szépen átmászok. És itt van egy békebeli könyv. Azt hiszem talán 20 kupakot ad, vagy 50-et, vagy 25-öt, szóval egész jó áron. Csodaragasztó, nagyszerű. Érfogó. Azt hiszem, hogy az is kell az izé recepthez. Megnézem már. A gyógyfűző kell. Na mindegy. Egyébként hallottátok azt? GameStar oldalán olvastam, hogy a Thief 3-hos, tudjátok, a Deadly Shadow-hoz egy rajongói modifikáció jelent meg, ami rengeteg pluszt ad hozzá technikai értelemben is a játékhoz. Tehát sokkal stabilabb, sokkal összefüggőbb, modernebb gépeken is sokkal könnyebben elindul. A felbontás, a látószöget lehet állítani, eltünteti a pályák közötti töltéseket.
tehát a töltési időket, mert ugye az is a Xbox-os baromságot tól szenvedett, ugye még az Xbox 1-hez készült, azt hiszem, és ott ilyen gyakran kellett pálya közben is töltőképernyőket alkalmazni, ami rettenetesen illúzió romboló volt, na és az például most már meg van szüntetve, meg egy csomó extra, úgyhogy most azt le is töltöttem, lehet fel is rakom a napokban, amiről a T3-at végig tolom, mert első két rész azt egy kb. Egy évvel ezelőtt vittem végig, így nosztalgia szempontjából, mert régebben azok nagy kedvenc játékok voltak, és mondtam, hogy na majd akkor a harmadik részt is végig fogom tolni, de most, hogy már ez olyan szinten megvan gyakorlatilag, hogy ezzel a moddal megspékelve, hát ezzel mindenképpen egy külön élmény lesz. Mert nekem valahogy technikailag mindig is olyan elmaradottnak tűnt a harmadik rész, Thief 3. De ezzel a moddal már lehet jó lesz. Plusz ugye Kőszeg Györgynek a magyarításával, hú, de király lesz. Igen, persze nem kell itt se lövegtorony. Nem mindegyik asztalt lehet kinyitni. Hopp. Van itt gránát. Ellenséges. Gyógyfűző, nagyszerű, egy ilyen is kell. Hát valószínűleg az lesz, hogy összerakom a... azt a... Ezt nem vettem észre. Hú, várja. Ez is már eléggé békaseggel alatt van. Szóval összerakom majd azt a halálkarom fegyvert, tudjátok. És aztán eladom. Na, kicsit lassan reagáltam. Hey! Give it to me! Hát itt még lesznek aknák, kicsit jobban körül kell néznem, lehet lekapcsolom a villanyt, hogy könnyebben látom. Hát itt nincs. Aki bújt, aki nem megyek. Ez mind-mind üres. Kupak. Istenem, hát ki halmozna fel kupakokat egy szekri? Egyébként most, amikor hazafelé jöttem, akkor találtam egy kupakot a utcán sétálva. Mondtam is, hogy na ezt fel kéne szedni majd, akkor Moiránál vennék belőle valamit, de aztán eszembe jutott, hogy még jó pár kupakot kéne találnom ahhoz, hogy valami rendes cuccot lehessen venni. Könyvtár gyermek megőrzője. Hát oda nem kell menni. Ott nem hiszem, hogy az archívum. Archívum ott lenne. Na, vagy ki tudja, lehet, hogy... mégiscsak abba az irányba kell menni. Ki tudja ezt már eldönteni, gyerekek? Ez az! Gyere, köcsög! Mocsárlakó lepény.
Meg is halt. Mit volt neked? Rakétavető? A terem buráját? Több már nincs, remélem. A pisztolyt előveszem, az tök jó. Szeretjük. Itt is lesz könyv. Ez szinte biztos. Úgyne. Békebeli pénz, kupak, társas 44-es, de király. Ja, még a viszki is jött most. Ünneplünk. 5000 feliratkozó megvan, he. Hát, majd eladom. Jaj, de hülye vagyok. Mert ugye fölöslegesen gyűjtöttem akkor ezt a sok cuccot. Ezeket a... Mi ez? Hogy hívják? Konzervdoboz, mert ezzel nem is lehet gyógyítani semmit. Ezt a izében lehet, a New Vegasban. Ja, tényleg. Akkor ezeket ki is vágom, lefoglalják fölöslegesen a tárgylistámat. Tehát ez itt a Fallout 3-ban csak fémhulladékkal lehet, meg csodaragasztóval. Oh yes. Gondolom a szép kinyitása, nem? Az nem kell, az már ki van nyitva. Mi ez itt? Retesz világ, hát ez se jó. Jó, ígyunk egy kis vért. Vampír módra. Kupak tanács. Bőrderix, ilyenre is szükség van, igen. Hát gyakorlatilag már minden megvan ahhoz, hogy létrehozzuk szerintem azt a halálkarmos cuccot. Mert csak megnézem, hogy nincs itt valami rejtett akna. Jó, ott sem körülnézek, ha nem látok aknát, úgyhogy akkor lehet nyugodtan közlekedni. Igen, itt van egy könyv. Népművelési program. Az Arlingtoni Fogászati Alapítvány nagy lelkű adományának köszönhetően a könyvbarát Arlingtonért népművelési program új, izgalmas változásoknak néz elébe a korábbi prioritást, mely az alábbiakra összpontosított olvasás, oktatás és átfogó népművelés. Pont-pont-pont a sokkal holisztikusabb és higiénikusabb alábbi programra cseréljük, olvasás, oktatás és fogászati szolgáltatás. Ne feledjük, éles elme és ragyogó fogak. A könyvbarát Arlingtonért. Hozzáférés a kartotékokhoz. Info átmásolva a hordozható eszközre. Könyvtár archívum átmásolása. Info átmásolva a hordozható eszközre. Opcionális, szerez meg a teljes könyvtári archívumot. Wow! Na hát ezért kellett nekünk ide felmászni, mondtam én, hogy itt gyilkolás lesz. Ki az, aki a koponyákat gyűjti? Nukkola Quantum, látod? Mondom én, hogy észreveszem a ilyen finomságokat. Na hát akkor szerintem elvileg mehetünk is innen a brébe. Ha csak. A gyermek megőrzőt azért megnézzük még, ha már itt vagyunk. Ah, ez király, ezt szeretjük. 44-es magnum lőszer. Ó, békebeli könyv. Fegyvermánia. De jó, hogy ide bejöttem, mi? Na de. Oh yes. Na gyere! Come on, bitch! Terjük csak ezt fel, ezt a széfet. Békebeli pénz. Ó, nagyszerű. Van itt minden, ami szemszájnak ingere. Gyertek! Na?
Nem akar senki megdögleni, gyerünk már! Gyertek! Bimbó lövés volt. Dart. Ja, ezek az enyémek. Megijedtem, hogy valaki fel akar engem robbantani, ki lehet az a vadállat. Ja, van egy ilyen lehetőség, hogyha az F-gombot megnyomom, akkor erőltetni is lehet. 85% az esély, de hogyha nem jön össze, akkor elromlik a zár is. Akkor már csak kulccsal lehet kinyitni, tehát azt nem érdemes. Ha csak akkor érdemes, hogy a 100% a valószínűség, vagy hát éppen lehet ilyen quick save, quick load-dal ugye megoldani. Ne! Ez jó volt, ha? Ne! Ne! Egyik fogtechnikus ismerősöm játszott éppen WoW-val egyik haverjával, és mesélik, hogy az volt, hogy megölt az egyik szörny, már nem sok kellett volna, hogy a területet ugye véghez vigye, végigvigye, és megölte, és ilyen maximális beleéléssel, ilyen átéléssel annyit mondott, hogy ne! Szóval nem az a izé, hogy rohadt életben izé üvölt, hanem ne! Ez úgy megmaradt bennem. Na ment, tehát az jöhet. Agyi tevékenységeimet fejlesszük, plusz vékebeli könyv. Hoppá, hoppá, hoppá! Ja, ez csak izé. Ilyen semmiség. Ilyen gusztustalanság. Hú, valóságban úgy rühelném az ilyen bogarakat. Nem is tolerálom őket. Na, nézzük, mi van még itt. Nothing. Ja, jó, csak jól hallottam. Beleszaladtam egy csapdába. Muníció. Na ez például 100-as volt, ezt nyugodtan lehetett volna F-fel, nem, de hát... Én már csak ilyen vagyok, gyerekek. És tényleg itt volt a csapda. A rohadt élet. A trapezgránát, ez nem annyira lényeges. Neee! Neee! Pedig éreztem, éreztem, esküszöm, hogy éreztem. Kottatartó. Itt van egy kottatartó, akkor lehet, hogy egy kotta is van valahol. De közelben. Aha, kotta gyűjtemény. Jó, látod? Az agy. Az emberi agy összeteszi a dolgokat. Nem csak úgy létezek bele a világba, hanem az összefüggéseket is. Képes vagyok meglátni. Még akkor is, hogyha egy primitív majom agy is elég ahhoz, hogy azokat az összefüggéseket meglássam, amit egyébként én meglátok. De attól még örülök, hogy képes vagyok rá. Mert ha mondjuk egy izé lennék, nem akarom bántani az állatvilágot. Mindegy, de szóval, hogy más állat lennék, akkor nem biztos, hogy ez annyira könnyű lett volna.
ezt az összefüggést megtalálnom, szóval érted? Bazzej. Ha tompika lennék, akkor nem biztos, hogy megtaláltam volna. Emő összefüggés. Ohohoho! Jöttem játszani! Nem tudom, ezek a kockák engem soha nem érdekeltek. Nagyon hamar kinőttem. Olyan hamar kinőttem, hogy tulajdonképpen bele se nőttem. Kocsikázni sem nagyon szerettem, azt is csak úgy... Labdázni a szerettem mondjuk, az jó volt. Egy kivágott emberi alak, látod? Könnyű. Kupak. Király. Hát más nem találtam itt, ami említésre méltó. Ez sem érdekes. Na itt mi van? What's in here? Érdekes, ilyen padom se volt, vagy nem emlékszem rá, hogy nyitható, és abba bele lehet tenni cuccokat. Hát ilyen paddal olyan simán lehetett volna puskázni. Gondolod el, itt ülsz, tanár egy picit félrenéz, nyugy, persze előtte be kell olajozni, kinyitod, kiveszed a puskát, halalap, vagy aztán visszarakod. Nem? Nem voltak soha ilyen padjaink. Mondjuk én nem is puskáztam soha. Nagyon ritka volt. És akkor is általában lebuktam. Emlékszem, egyszer kémiából kellett valami dolgozatot írni, de valami nagyon durva, tehát szinte mindent tudni kellett, összes képletet, meg minden, én meg valahogy ezt nagyon nem csíptem általános iskolában. És hát olyan puskát csináltam, amit gyakorlatilag egy lekicsinyített könyv volt, és azt első padban, első padba kellett beülnöm. Mert azt hiszem, hogy talán valami betegség után voltam éppen, és ezért egy kb. Egy hetet ki kellett hagynom a suliból. Szóval valami ilyen lemaradásom volt, az a lényeg, és... hát így egyedül írtam, egyedül kellett dolgozatot írnom. Hát aztán úgy írtam, aztán persze nagyon feltűnő volt az egész. És a tanár egyszer csak annyit mondott, hogy Oszkár, kérem. És valahogy tudtam, hogy mire gondol. Beszédkészség egy ponttal nőtt, úgyhogy elővettem, odaadtam, az kész. Annyi volt az a dolgozat, szóval teljesen fölöslegesen dolgoztam azzal a puskával. Hát, ez van. Gyakorlatilag az volt az első és utolsó alkalom, hogy nagy tételben puskáztam. Na, szóval akkor merre is menjünk tovább? Itt már voltam, nem? Nem voltam még. Igen, egyformák ezek a helyszínek. Itt már voltam szerintem. Ja, hát meg tudom nézni igazság szerint. Ja nem, annyira nem részletes. Na, jó, menjünk akkor a másik oldalon. Halleluja, brother! Halleluja! Halleluja, brother! Halleluja! Hadd szóljon. Jó van, hát... Te akartad, hogy szóljon. Szólt is a géppityú hangja. Szólt is a géppityú hangja. Pityú! What the fuck is this? Na itt egy F betűt nyomok. Most kész. Mondom, sörétesből annyi lőszer lesz, hogy nem fogunk tudni annyit lőni. Nincs annyi ellenség a játékban, mint amennyi lőszert kapunk hozzá. Mondhatni, hogy univerzális fegyverré növi ki magát. Egyébként azt nem értem, ezeket a menürendszereket igazán elhagyhatnák a következő részből, tehát hogy
mondjuk átkutatsz egy izét, és akkor megjelenik egy ilyen menü. Tehát az kéne, hogy ilyenkor az van, hogy elteszi a fegyvert, lehajol, és mondjuk így a kezét így ráteszi a különböző testtájékokra, szóval hogy úgy kutatja, és persze megjelennének a tárgyak, ami nála van, és akkor azt na, elveszed, vagy nem, és akkor ki legfeljebb annyit ír ki, hogy mennyi hely van még a tárgylistában, nem? Tehát, hogy minimalizálni kéne ezeket a menürendszereket, mert ez szerintem elég illúzió romboló. Szóval itt is például kinyitom, fizikálisan, és belenézek, hogy mi van. Aha, 5,56-os lőszer, mennyi? Kiveszem, és akkor belenyúlna, és kivenné. Szóval ilyen apróságokra például odafigyelhetnének a készítők. Jó, tudom, ez rengeteg plusz munkával jár, animálással, meg játéktechnikai nehézségeket vet fel, de hogyha megoldanák egy játékban ezt mindent ilyen apró részletesen, akkor szerintem a világ legjobb játéka lenne. Igen, egyébként lejárt az idő, úgyhogy mindjárt abba hagyom. Csak még itt egy picit körülnézek. Itt még lehet lesz egy-két könyv. Ha már eljutottunk ideig, akkor nem akarom abba hagyni. Aha, mondtam, hogy ő lesz könyv. Na meg az Elder Scrolls 6-ra is kíváncsi leszek. Nekem a Skyrim annyira nem tetszik, megmondom őszintén. Szóval játszogattam vele, de olyan túl sokat markol, keveset fog. Valahogy én ezt így érzem vele kapcsolatban. Igen. Hopp, ez mi volt? Nothing. Elgurult a sör. Minden. Hát tudod, itt most még a kartoncigi is jöhet. Úgyis mindjárt húzunk innen. Így van, ez körülbelül ennyi. Volt itt a lényeg. Na, hol vagy, nőstény? Üdv újra a körünkben, sikerrel jártál a könyvek felkutatása terén? Találtam békebeli könyveket a számotokra. Ehhez igen, hány darabot szándékozol eladni? Itt van az összes könyv, amit találtam. 1000 kupak bekerült a csomagodba. 10 békebeli, tehát akkor ez darabja 100 kupak, azért az, hogy megéri. Vajjaj. És belegondolva most kimegyek innen. Csoda, sötétség van. És visszamegyek még Megatonba, mert ugye ott is vannak békebeli könyvek. Tehát most már akkor ezt is így észben lehet tartani. Csak pillanat, csak alszok egy kicsit, hogy várok, hogy világosabb legyen a gameplay. Ja, igen, és persze ebbe az irányba kell elmenni. Megatoni otthon. És ugyebár emlékeztek még erre. Szasz! Na, kérhetnék tőled izét? Hú, ez micsoda egy izé? Mondj egy viccet. Két kannibál áll a dombtetőn, az egyik megjegyzi. Jön föl a nagyi, mire a másik? Hol? A válasz... Blöf! Böf. Tehát már elfogyasztotta a nagyit. Jó. Ja, igen. Inni szeretnék valamit. Sajnálom, uram, de a kondensz gyűjtőimnek időre van szüksége teljes feltöltődéshez, hogy itallal szolgálhassak. Most dolgom van, hát jó van. Oké. Okay. Na, akkor itt vannak a békebeli könyvek 13, tehát az 1300 izét jelent, és hogyha már itt vagyok, akkor kikuráljuk magamat. Így. Na, teljesen tiszták vagyunk, már csak egy zuhany hiányzik, és akkor elmegyünk vissza Ellingtoni könyvtárhoz.
Hát igen, a gyors utazás az ezért jó. Igen. Itt az összes könyv. Ó, még tapasztalati pontot is kapunk ezért. Hát akkor ez mindenképpen megéri ezeket gyűjtögetni, gyerekek. Jó, az, úgy emlékeztem, hogy csak pénzt kapunk. Mondjuk az önmagában az is jó. Na jó, tehát akkor maradjunk annyiban, hogy itt most csinálok egy nagy mentést. Plusz egy kicsit. És akkor ez volt a 22. és 23. része a Fallout 3 végigjátszásomnak, gyerekek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a külön kiadás, ez a jubileumi 5000 feliratkozós külön kiadás. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, osszátok meg a videót Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, aztán következik majd a 24. rész, most már rendesen ilyen félórás üzemidőben. Na, szóval tartsatok velem legközelebb is, én Oszkár voltam, sziasztok!